Sok szeretettel köszöntöm Önöket a rendező Újpest önkormányzata nevében Bene Ferenc síremlékének avatásán. Felkérem Juhász László képviselő urat köszöntői elmondására. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Emlékezni jöttünk. Emlékezni és felidézni egy nagyszerű embert, egy kiváló sportolót, egy legendát, akit úgy hívtak, hogy Bene Ferenc. Az újpesti dózsa, az újpesti formáegyet egykori labdarúgóját, az olimpiai bajnokot, a tokiói olimpia gólkirályát, a 8-szoros magyar bajnokot, az 5-szoros magyar gólkirályt és nem utolsó sorban Újpest díszpolgárát. Az ember élete véges, születésünktől magunkból hordozunk az elmúlást, a megszűnést. Vannak azonban, akiket az emlékezet megőriz. Ilyen Bene Ferenc, milyen hivatalosan is hangzik Bene Ferenc. Életében mindannyiunk Bene Ferie volt. Adtam első gólját, figyelemmel kísérhettem egész pályafutását, és azok a csodálatos 60-as, 70-es évek fordulója, amikor abban a felejthetetlen ötös fogad centerében közepén ontotta csapattársaival a gólt, 5-6 gólig meg sem állva a hazai mérkőzéseken, illetőleg volt olyan bajnokság, ahol 103 gólt, amikor ez a csapat. Akik viszont nem láthatták, azok megnézhetik mozdulatait, megőrző filmeket, csodálatos játékát és gólyait. Tisztelt megjelentek, tisztelt sportbarátok! Egy kiváló, példamutató sportoló és egy Újpesthez szorosan kötődő jeles férfiunk sírkeavatás alkalmával jöttünk most itt össze a Megyerünti temetőben, nem messze a hagyományairól, eredményeiről, a parás hangulatú mérkőzések színhelyétől, a Megyerünti stadionunktól. Talán ezért is emlékezünk mi még sokan régi újpestiek, inkább a gólyogók. Most Bene Ferenc ebben jeleskedett igazán, de mert plusz jelentette, az ő esetében nagyővel az a példamutató sportemberi magatartás, amely mind a pályán, mind pedig pályán körül magánéletét jellemezte. És most kérem a Magyar Olimpiai Bizottság és az MLS, valamint az Újpesti Torna Egyesület képviseletében jelenlévő Dunai Antal emlékezzék egykori csapattársát. Tisztelt családtagok, tisztelt önkormányzat, tisztelt játékostársak, edzők, vezetők, szeretettel köszöntök mindenkit a MOG, a MLS és az utánevőknek. Itt állunk Bene Ferenc síremlék avatásán, és ha most Feri föntről lenéz ide, és látja, mennyi szurkoló és mennyi játékos vezető itt van, hiszen mindenki nagyon szerető. Ismertük, szükség lenne rá most is, ritenek közöttünk, elmondja a futball a véleményét, és segíteni ezt a magyar focit, ami úgy érzem, hogy rátér. Feri, mindig emlékezni fogunk rád, nem feledünk el soha. Köszönöm.